A Doroggal vívtak nagy harcot a labdarúgó MB2-be kerülésért, mindkettőjüknek sikerült, de előrébb a Mosonmagyaróvár végzett a versenyfutásban, így következhet a 20 csapatos másodosztály. A szezonról beszélgetünk, a télen Dunaui városból érkezett rutinos góltermelő Magasföldi József felszíja. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Amikor télen összeomlott a Dunaui város, akkor választottad Mosonmagyaróvárt. Mi szólt mellettük? Mi az, ami felkeltett az érdeklődésedet? Igazából úgy indult a dolog, hogy a vezetőedzőnkkel ugye nagyon régi jó kapcsolatot ápolok, a Király Józsival, és sokat beszélgettünk telefonon. Majd egyszer másokból kifolyólag megbeszéltük, hogy meglátogatom, és hát összehoztunk egy találkozót az elnök úrral igazából, és nagyon-nagyon szimpatikus volt, hatalmas nyugalmat árasztott a hely, és tényleg a célok is tetszettek, úgyhogy végső soron két beszélgetés után egymás tenyerébe csaptunk. Hát aztán meg gondolom Dunaujváros után, ami ott történt, fontos is volt, hogy olyan helyre kerüljél, ahol ami hatalmas nyugalmat áraszt, nem? Hát igen, sajnos ez a fél év Újvárosban egy picit szerintem mindannyiunkban, aki ott volt, hagyott nyomot, hiszen nem vártunk erre a folyamatra, ami ott gyakorlatilag lezajlott, de ez a múlt, és hát drukkolok nekik, hogy Újváros is azért valamilyen szinten talpra álljunk. Na most, amikor oda mentél Mosonmagyaróvárra, akkor már egyértelműen a feljutás volt a cél? Igen, abszolút. Minden más csalódás lett volna, úgy állt hozzá a klub a dologhoz, hogy itt most meg kell ragadni a lehetőséget, ott kell lenni a 20 csapatos MB2-be, igaz? Igen, így álltunk hozzá. Amit te kezdettől fogva ott láttál a körülményekben, most az infrastruktúra, a juttatások, edzésmennyiség, stb., az egy profi MB2-es klub volt? Én azt gondolom, hogy igen. Természetesen van hova fejlődni a klubnak, és ezt ugye mindenki tudja, de azt gondolom, hogy Magyarországon nagyon sokan megirigyelnék a körülményeinket, illetve az infrastruktúra helyzetünket. Minden adva van ahhoz, hogy jól szerepeljünk, és egy masszív MB2-es csapat tudjunk lenni. Többek között ez a cél. Hát nem kevés munkába tellett a tulajdonosunknak, Drescher Ottónak, illetve a Mosonmagyaróvári önkormányzatnak, tehát én azt gondolom, hogy ők karöltve együtt egy nagyon komoly bázist tudnak itt kiépíteni. Na most érkezett oda Tarci kapus is, de már korábban is sikerült rutinos élvonalat is megjárt játékosokat igazolni. De milyen társaságba kerültél te itt? Hát elsősorban nem ismeretlenbe, tehát ez is egy bizonyos érv volt amellett, hogy ugye csapatot válasszam. Igazából vegyes közeg vagyunk, hiszen fiatalok, illetve rutinosabb, idősebb játékosok vegyesen. Az öltözőben gyakorlatilag én vagyok a 31 évemmel a legidősebb, tehát nem mondanám, hogy olyan hüde idős csapatunk van, sőt, viszont fejlődőképes. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó az öltözői kollektívánk, a morálunk. Ez is többek között szerepet játszott, hogy jól szerepelt a csapat. A dolog is hasonló tervekkel indult a bajnokságnak. Mi döntött közöttetek? Mitől lettetek ti jobbak náluk? Őszintén megmondom, hogy miáltal fél évet láttam csak a bajnokságból, teljes választ erre nem fogok tudni adni, hiszen a dolog is egy rendkívül masszív csapat volt, hiszen ha jól tudom, az egész MB3-os mezőnyben a legkevesebb gólt kapták, szervezettek voltak és nagyon kellemetlenek. Igazából én azt gondolom, hogy csapatként mi is nagyon jól funkcionáltunk, mint említettem. Talán jobban termeltünk tényleg gólokat, és több mérkőzést nyertünk, ennyi, amivel megelőztük őket. Hát neked nagyon ment a góllövés, elég szépen hoztad fél év alatt a találatokat. Miért sikerülhetett ez ilyen jól? Igazából természetesen készültem rá, hogy muszáj lesz teljesítenem és húznom a csapatot magammal, tehát ez valamilyen szinten elvárás volt velem szembe, saját magamnak is, és természetesen köszönöm a csapatnak is, hiszen nélkülük nem sikerültett volna. Tényleg csapatként rettenetesen jól összeálltunk, és ebbe az irányba kell folytatnunk, és másodlagos, hogy én igazából hogy szerepeltem, mint szerepeltem, nekem természetesen a lelkemnek hihetetlenül jót tett, de a csapat érdeme az egész szezon. Na most, hogyan ünnepeltétek egyébként a feljutást? Mennyire szeretik Mosonmagyaróváron ma a futballt? Mekkora a hazai nézőtábor? Hát, hogyha jól tudom, ilyen 5-600-as átlag nézőszámunk lett tavasszal. Szeretik a futballt rendkívül, tehát nagyon vágytak rá, ki voltak éhezve arra, hogy legyen végre egy új MB2-es és jó csapat.
Hát a Ferencváros elleni rangadón, a Videóton elleni rangadón és Eta megyei rangadón, az Eto ellen gyakorlatilag szerintem 1500 körül volt a nézőszámunk. Én bízom benne, hogy MB2-ben is azért egy ilyen 600-800-at átlagba fogunk tudni tartani, mert az előrevetíti esetleg, hogy otthon jól szerepelünk, illetve a csapat összességében jól szerepel. Szeretik Óváron a futballt, és meg is érdemlik az emberek, hogy legyen, hiszen tényleg a kalappal, tehát nagyon kultúrált közeg az egész. Egyébként új stadionról nem álmodik a tulajdonos? Mert ugye a környezetben lesznek változások, tehát felújítások, kell alkalmazkodni a másodosztályhoz. Így van, egyelőre, ha jól tudom, a felújítás az, ami egyelőre szóba került. Teljes stadionrekonstrukció még szerintem nincs tervben. Hát meglátjuk, gondolom, hogy sikerül az elkövetkezendő év. Azért az MB2-ben nehezebb lesz majd a gólszerzés, mit gondolsz? Valószínű, tehát ez sem titok, hogy már masszívabb csapatok vannak, de bízom benne, hogy azért egy pár sikerülni fog itt is. Az, ami azt jelenti, hogy akkor maradsz, jól érzed magad most a Magyaróvár. Jól érzem magam, köszönöm, hogy maradok-e, ezt még nem tudom, tárgyalás alatt vagyunk az elnök úrral, meglátjuk, hogy mit hoz a jövő, de nagyon-nagyon jól érzem magam. De hát akkor azért azt a vagy hogy nagyobb esély van arra, hogy maradni fogsz. Hát jelen pillanatban talán én is ezt mondanám, igen. Uh-huh. Na most egyébként kell sokat igazolni ez a csapathoz? De most fél évet velük játszva mit gondoltál? Általában gyakorta választják ilyenkor azt az utat, hogy kicserélik a keretet. Máshol meg arra esküsznek, hogy próbáljuk meg azokkal a srácokkal, akikkel kiharcoltunk egy feljutást. Hát embere válogatja. Én nekem az a véleményem, hogy erősíteni mindig kell. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy minden csapat életében fontos. És szerintem a vezetőedzőnk is valahol így gondolkodik. Nagy változások egyébként nem hinném, hogy lesznek, hiszen azért egy tényleg erős kollektívánk van, és csapatként is tényleg jól funkcionáltunk, de szerintem is kell egy jó 4-5-6 ember, hiszen ez már erősebb bajnokság lesz, mint az NB3. Most újabban az is divat tud lenni, lásd például, itt legutóbb egyik volt csapatodat, a Gyirmótot, hogy a feljutás kivívó edzőt elküldik, elbúcsúznak tőle. Király Józseffel ez nem történhet meg? Én úgy tudom, hogy nem, de nyilván a futballban már láttunk tényleg érdekes dolgokat. Én azt gondolom, hogy a Józsi élvezi a bizalmát az elnök úrnak, illetve természetesen a városnak, valamint elvégezte azt a munkát a csapattal, amit azt gondolom, hogy mindenki elvárt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy jövőre is Király József lesz az edzőnk. Az MB2-ben már minden tekintetben profizmus kötelező a csapatoknak, a játékosoknak, a státusokban. Ez nálatok egyébként milyen változást jelentene, vagy jelent? Mert az MB3-ban pedig vegyes volt a kép, volt, ahol fizették, és profi volt a helyzet, volt, ahol pedig egyáltalán nem. Igazából ugye teljesen át kell alakítani ugye a klub életét ilyen szempontból, de ugye a dolgok folyamatban vannak, és én úgy tudom, hogy jól is haladnak. Természetesen mi által kötelező a klub erre készen áll, és mindent meg fog tenni, és hát természetesen kész is lesz minden ugye az MB2 kezdetére. Úgyhogy ilyen szempontból nem féltem az egyesületet, hiszen, mint mondtam, tényleg mindent mindig megtettek a város és az elnök úr is, úgyhogy minden abszolút a kellő mederben folyik. Hogyan készültek a következő bajnokságra? 27-én kezdjük a felkészülést, és ugye a július végi bajnoki szezon kezdetéig ugye gyakorlatilag, ha jól tudom, itthon készülünk, tehát nem tervezünk edzőtábort, de igazából felesleges is lenne, hiszen kitűnő edzőpályáink, illetve létesítményünk van, úgyhogy és hát az edző által benzumot teljesítjük majd. Szerinted ennek a csapatnak mi lehet a célkitűzése a másodosztályban? Milyen helyezése vagy pontszámmal lehetnétek maradéktalanul elégedettek egy évvel? Hát pontszámot egyelőre ugye behatárolni nem lehet. Egyrészt ugye 4 csapattal bővült a 16-os létszám. Másrészt igazából mi abban gondolkodunk, hogy természetesen az MB2-es tagságunkat megtartsuk, de nem lennénk sportemberek, hogyha nem a legmagasabb dolgokra vágynánk, bár tisztában vagyunk nyilván vele, hogy mi a realitás, tehát pontosan tudjuk, hogy jelen pillanatban ugye körülbelül hol a helyünk. Ettől függetlenül nagyon bízunk a minél jobb szereplésben, és hát szeretnénk minél előrébb végezni a tabellán, amennyire csak az erőnkből telik.
És az utolsó kérdésem, még így személyesen, ugye neked így 31-32 évesen milyen karrierterveid vannak még aktív játékosként, hiszen még jó néhány évet futballozhatsz? Hát bízom benne, nagyon szeretném, ha a sérülések továbbra is elkerülnének. Igazából konkrét terveket én mindig egy adott évre szoktam úgy körülbelül eltervezni. Tehát jelen pillanatban ugye, amennyiben Moson-Magyaróváron folytatom, akkor szeretném minél jobb eredményekhez ugye a csapatot hozzásegíteni. És hát személyes célokként ugye esetleg talán a góllövés az, amit az ember úgy ki tud maga elé tűzni, de még egyszer mondom, nekem a fontos az, hogy a csapatom jól szerepeljen, úgyhogy Óvár sikeréért próbálunk minél többet tenni. Hát jó munkát hozzá. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon köszönöm.